Kezdve eljutottunk egy közúti felüljáróig, legalábbis gondolom, hogy közúti, mert itt vasút nincsen, másik legalábbis, és egyel arrébb is van egy. Na, akkor ezt lehet, hogy megnézem, hogy ezek hova mennek. Még itt milyen felüljáró lehet itt, mert itt én közutat se láttam. Na, valahol fel tudok itt mászni. Elég nagy a susnyás, de lehet, hogy nem reménytelen, ezt megnézzük. És akkor ezt nézzétek, ez még lehet, hogy egy külön vlogot is megérne. Felüljáró a semmi közepén. És hát ez a sehonnan, sehova nem vezető felüljáró. Viszont egy szakaszon már eltüntették a korlátot is. Csak itt az átmenő fővágány fölött maradt meg, ahol a felső vezeték is megvan. Már mondjuk azért itt is. Mert csak amikor ez a vágány nincs villamosítva. És akkor úgy gondolták lehet, hogy akkor arra nem tesznek. Vagy hogy csak itt, ahol muszájat hagyták meg. Vagy építették vissza, mert szerintem a többit ezeket is valószínűleg ellopták. Csak itt nem gondolták, hogy ezt vissza kéne építeni. De még fotóhelynek is kiváló lehet, mert csak a madzag lóg bele a képbe. Na, hogyha jön itt majd egy vonat, akkor ki is próbálom. Ja, és egyébként erre van a másik oldala, de hát itt sincsen semmi. És hogy nézem, hogy a távolban van még egy felüljáró, ami szintén nem vezet sehova, mert utat azt továbbra se látok itt sem erre. Úgyhogy ez esetleg érdekes így. Hát nem tudom, lehet, hogy ezt majd egy külön vlogba fogom föltenni. És így lehet a lencsevédőkupakot is elhagyni, hogy ez állandóan leesik. Hát csak egy fölött. Na mindegy, a feléről le is maradtam, se baj. És ezt nézzétek, itt a másik felüljáró. Ami a távolban láttam. Ez még ráadásul ilyen maskaköves. És ezzel viszont már abszolút nincsen korlát. De szintén így semmiből semmibe vezet. És látjátok, arra van Bicske. Ott vannak a bejárati jelzők, ott a hatos vonal. Még mindig. Hát ezt sem mostanában használták, de hát nekem meg majd ezen kell tovább menni. Úgyhogy izgalmas lesz. Na, mindjárt megnézzük, hogy van itt még a túloldalt valami. De ez is egy jó fotóhely. Ez így viszont biztosan, ez itt a jó fotóhely, mert innen nagyon jól látni mindkét oldalt. Leszámítva azt mondjam, hogy a felső vezetékek belelógnak, másban itt nincsen. Arra pedig már azért van Tatabánya, meg azt hiszem Szárdiget a következő állomás. Úgyhogy ebből lehet, hogy mégis csinálok egy külön vlogot erről a két felüljáróról. Ja, nézzük, hogy vezet-e ez az út valahova, de hát nem úgy tűnik. De sima földút, és szerintem nem jár erre senki. Régebben mikor hordták ide a szemetet, azt látom. De hogy más itt lenne... Maximum egy-két traktorát jár itt, mert szántóföldek vannak nem csak a túloldalt, és csak szántóföldek vannak, maximum egy-két traktor per év. Aztán itt valahol meg le is kéne menni. Na, az lesz a nehezebb.